segítette, vagy úgy, hogy a Vörös Kereszthez bejöttek az élelmiszer segélyezésben részt venni, vagy önként jelentkeztek a települési önkormányzatoknál. A Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a 2013-as Dunai árvíz legdrámai pillanatait idézte fel, amikor szakemberek és önkéntesek százai közösen védték a folyómenti területeket és településeket. Katasztrófavédők, katonák és civilek áldozatos munkája segített abban, hogy végül nagyobb baj nélkül úszta meg a sziget köz a történelmi áradást. 2013-as Dunai árvíz során a Vöröskereszt elsősorban a beavatkozó állományt, illetve lakosság ellátását végezte, úgy az élelmezést, a védőitallal való ellátást, a pihentetés biztosítását különböző befogadóhelyeken, illetve esetenként pszichoszociális segítségnyújtást, illetve elsősegélynyújtó feladatokat láttunk el. Polgármesterek, sportolók, civilek segítettek az árvízveszély elhárításában, őket köszöntötte a Vöröskereszt oklevéllel és egy pólóval. Jelképes ajándék, de minden a védekezésben résztvevő önkéntest egy életen át emlékeztet majd arra, amit a gátakon közösen vittek véghez a Dunai árhullám idején. Az önkénteseknek nem lehet elégszer megköszönni azt, hogy ők részt vesznek saját szabadidejükben, sokszor a saját eszközeiket felhasználva segítenek a rászoruló embertársaikon, legyen szó akár véradásról, vagy akár a Dunai árvízről. A Vöröskeresztnek 2020-ig hosszú távú stratégiája van arra, hogyan segíthetnek a katasztrófák elleni védekezésben, akár Magyarországon, akár a határokon túl is. Tavaly márciusban, amikor több százan rekedtek a nagy havazásban az M1-es autópályán, osztrák kollégák is jöttek segíteni, magyar szakemberek pedig jelenleg is Tájföldön dolgoznak, és segítik az ottaniak helyreállítási tevékenységét.